Egy régi nagy kedvenc visszatéréséről szeretnék hírt adni. Mindenki nagy örömére visszatér a Winamp. A 2000-es években nem volt olyan számítógép, ami ne futott volna a Winamp, és ne avval játszották volna le az MP3-okat. Az MP3 elterjedésének is az egyik eszköze ez a Winamp nevezetű program volt, mely egy teljesen ingyenesen letölthető és használható program volt. Jelen pillanatban is van ennek még futó verziója, 2013-as az utolsó fejlesztése, melyből most megjelenik egy újabb fejlesztés erre a 2013-as verzióra, és a gyártója vagy fejlesztője bejelentette, hogy 2019 tavaszán meg fog jelenni a teljesen új 6.0-as verzió. Ez emlékeztetni fog a régi Winamp programra, de már nem csak az MP3-ra és az egyéb ilyen zenei formátumokra fog hegyezni, hanem különböző videóformátumok, stream csatornák, live és egyéb TV csatornák futtatására is alkalmas lesz.